2015-ben kezdtem el fotózni, és önerőből tanultam meg, később lett Eifert János a mesterem. Én vidéki emberek között nőttem fel, idős emberek között, akik kézművesek voltak, és sokat meséltek közben. Nekem a nagymamám volt az, aki igazából megszépítette a lelkemet a történeteivel, a kedvességével, az odafigyeléssel. És míg ők meséltek, volt időm figyelni az arcukat, a testbeszédüket, ahogy előadtak dolgokat, vagy épp más mondott a test, mint a szavak. És a miértek ott voltak, és ezért érdekel engem annyira a portré. Olasz Ágnes nem első alkalommal állt ki a nagy közönség elé a fotóival. A tárlat címe is beszédes, lovak és emberek. A lovak hasonlóak, mint az emberek. Hogyha jól megfigyeljük őket, hasonló reakciójuk van, ahogy figyelnek, reagálnak egymás mozdulataikra, dolgaikra, és mi emberek is hasonlóak vagyunk, és ezért gondoltam, hogy a két dolgot érdemes összekötni. Bocskára járunk Víg Pisti tanyájára lovakot fotózni régóta. Pisti is a természet közelben él, és mélyen érdeklődik az állatok iránt, és nagy tudású, érzékeny ember a Pisti. Ezért is szeretem a barátságát és járni hozzá. A tárlatot Eifert János, Olasz Ágnes mentora nyitotta meg. Nekem Budapesten van egy, ha lehet azt mondani, nemzetközileg is ismert mesterkurzusom, és az Ágnes is jelentkezett, a felvételi az képek alapján történik, nagyon biztató volt, amit mutatott, és elvállaltam tanítványomnak. És akkor lényegében az én életem is a művészetről, akár a fotoművészetről szól, és 50 éve van gyakorlatom abban, hogy a szerény tudásomat, de sok tapasztalatomat átadjam a tehetséges alkotóknak, és ez egy érdekes dolog, mert a mesterkurzusomon ott van elmélet, gyakorlat, sőt, kritikai része is a dolognak. Nagyon sok témát, tehát nem csak a fotoművészeti műfajokkal, tehát hogy portré, akkor tájkép, városkép, csendélet, akfotó, riportfotó, ezeket vesszük sorra, hanem inkább a témák szerint. Tehát, hogy emberek azok nem csak portréba szerepelnek, hanem a riportba a főszereplők, szóval, és az ember és a természet kapcsolatát is egy nagyobb áttekintéssel, tehát széles átveszőg objektívvel fényképezzük, jelképesen mondom, mert ez nem jelenti azt, hogy nem azt állunk el objektívet, de a szellemi gondolati része a fontosabb, és az, hogy én nem avval segítek a tanítványaimnak, hogy bemondom a zárszebességet, hogy milyen rekesznyílással, milyen géppel fényképezzenek, hanem hogy a szívük és az agyuk az legyen a legfőbb eszköz.
persze készülhetett jó fotó abból a célból is, hogy egy jó kiállítás, egy jó díjazott kép szülessen, de megfordítjuk a dolgot, leginkább azért fényképezünk, mert van véleményünk, gondolataink, mondani valónk a világról, és vannak megdöbbentő, megrázó események, különleges, értékes emberek, lovak, a természet, ami egyszerűen fölkavar bennünket, és meg kell örökíteni őket.